Egy komoly aláírásgyűjtési akció bontakozott ki az Elcsi Kistérségi Egészségügyi Központ állami kézbeadása ellen. Mit gondol erről az akcióról? Hát egyrészt nagyon érdekes számomra, hogy ekkora aktivitás fogalmazódik meg ebben a kérdésben. Értem is, hiszen fontos dologról van szó. Többen jelezték azonban nekem, hogy tehát itt nem egészen tisztán egy kérdés hangzik el, hanem eddig irányította az egész ügy, tekintettel arra, hogy ilyeneket mondanak, hogy ha állami kézbe kerül a fenntartás, akkor Dunaujvásba kell járnunk, az orvosok nem fognak kijárni, ahhoz, amiért is, hogy a dolgozók el lesznek bocsátva, rendelések szűnnek meg is, stb. Ezek teljesen alaptalan feltételezések. Senki nem tud semmi ilyet, tehát én kérdeztem, hogy milyen információkat alapozzák. Nem tudtak ilyen konkrét információt mondani, ezek mind találgatások. Meglehetősen furcsa nekem az is, hogy mondjuk egy ilyen civil kezdeményezést szinte, tehát a leginkább a propagandáját egy MSZP nőtagozat vállalja magára, tehát mondjuk itt a pártatlanság az már ugye erőre hát szerintem megszűnt. Tehát úgy gondolom, hogy ez a népnek kicsit a megvezetése. Az aláírásgyűjtést én nagyon komolyan veszem, én azt veszem észre, hogy akik az egész mögött állnak, konkrétan azt gondolom, az információk azok a vezetőségtől jönnek, a Kft. Vezetésétől. Ők szerintem féltik az állásukat, mert egy esetleges összevonással lehet, hogy éppen észszerűsítéssel nem lenne mondjuk 4 fős vezetés ennek az intézménynek, hanem csak 3 fős, amit már különben nem mi, hanem egy képviselőtestület által feladott adhok bizottság még az elején az egész indulásnak javasolt, ami aztán soha nem valósult meg. A Kft.-ben az Elcsi városi tulajdonrész körülbelül 55%, és a 14. döntéssel majd születik egy elhatározás. Mennyire fogják elfogadni ezt a társult települések? Aki ismeri Rászkeresztúrnak a helyzetét, tudják, hogy tehát nagyon nehéz helyzetben levő önkormányzat. Őnekik még járnak ide betegei, de Kajászóról olyan minimális számú beteg érkezik, hogy nekik nem nagyon éri meg, ugyanúgy Baracskának sem. Az a szerencsétlen dolog történt, hogy az Elcsi intézménynek a megnyitásával szinte egy időben nyílt meg a Velencei intézet is, ugyanilyen járóbeteg ellátó. Ha én Kajászói vagy Baracskai lennék, én is Velencére járnék, hát, tehát majdnem, hogy gondolkodás nélkül. Ugyanazt az ellátást kapom meg, csak nem kell utaznom több átszállással. Annyit hozzátennék azért, hogy azok a települések, akik nem akarják átadni ezeket az intézményeiket, azokról tudni kell azt, hogy többnyire 1,5 millió forint az önkormányzati hozzájárulás havonta. Itt nálunk ez valamilyen okból 3 millió forint. Tehát éves szinten ez most úgy néz ki, hogy 35,5 millió forint lenne az önkormányzati hozzájárulás. Tudni kell azt, hogy Kajászó és Rászkeresztúr már hoztak olyan határozatot, hogy nem kívánják megtartani, hanem át akarják adni. Ha nem adjuk át, akkor ők ki fognak szállni a buliból. Nem tudják és nem is akarják úgy látszik fizetni a hozzájárulásokat. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk Baracska is ugyanezt a döntést hozza, akkor az egész 35,5 millió az a mi nyakunkban lesz. Egyébként ez a döntés, most bármilyen döntés is születik, nem fogja egy kicsit kiélezni a települések közötti viszonyt? Hát ez a települések közötti viszony, ez ugye amikor a tartozás áll fenn, akkor ez mindenféleképpen kiélezett. Tehát megértjük azt, hogy mit olyan Baracska Kajászónak ez nem éri meg, mert hogy betegei nem ide járnak. Rászkeresztúrnak a betegei ide járnak szép számmal. Azt meg megértjük, hogy ők bajban vannak, de tehát ezt a problémát nem vállalhattuk fel, és ők nem is kérték különben, hogy az ő adósság, vagy tehát rossz anyagi helyzetüket mi szenvedjük meg, tehát pozitívan álltak hozzá. Amikor adósságrendezés került sor náluk, akkor egyből fizettek is. Azt viszont azért be kell látni, hogy tehát ha erre lehetőséget kapnak, hogy ők ezt, ennek a terhét ne viseljék tovább, akkor ők ezzel boldogan élni fognak. Én úgy gondolom, hogy nekünk is ezzel kellene élni, és harcolni azért, hogy, tehát vagyis hát kiállni amellett, hogy ez az intézet 100%-on működik, teljesít, és továbbra is szükség van. Én úgy gondolom, hogy ezt nem kell erről győzködni az egészségügyi kormányzatot, hiszen a számok magukért beszélnek. Az EU szerződésből adódó kötelezettségek ezek után kit fognak majd terhelni, esetlegesen egy olyan döntés után, hogy mégiscsak állami kézbe kerül az intézmény?
Hát innentől kezdve, ugye, ami most bennünket terhel, mint fenntartókat, a társult önkormányzatokat, innentől kezdve az új fenntartót terhelni, tehát éppen az államot, tehát éppen ez is egy biztosíték annak, hogy nincs szó arra, hogy bárki bezárna bármit, meg leépítene, hiszen az államnak ugyanúgy megmarad a fenntartási kötelezettsége az EU felé, mint ahogy nekünk megvan. Úgyhogy ez még egy plusz garanciát jelent arra nézve, hogy itt nem történne leépítés, meg megszüntetés. Nem is történhet, de senkinek nincs egy szándéka az, hogy mondjuk egy ilyen jól működő intézetet bezárjon.